Ma délelőtt, amikor imádkoztunk pont az imént említett esemény kapcsán a bemerítkezőkért, akkor külön áldást kértünk rájuk, és imádkoztunk azért is, hogy Isten lelke ugye töltse be őket, hogy felismerjék a szolgálatukat, ajándékukat. És szeretném, hogy a ma délután tudnánk ezt egy kicsit megvizsgálni, ezt a témát, az ajándékoknak a témáját. Úgyhogy most egy kicsit egy ilyen közös Biblia tanulmányozásra invitálom a testvéreket. Négy helyről fogunk igéket megnézni. Kérdezem a testvéreket, mint egy kis teszt, hogy melyik négy helyre lapozzunk, amikor a lelki ajándékoknak a témájában akarunk igét olvasni. Római levélnek a 12. fejezete, igen, ez az egyik. 1 Korintus 12, nagyon könnyű ezeket megjegyezni, mert Róma 12, Korintus 12, Efézus 4, és az 1 Péter 4. Tehát több helyen is még olvasunk, amikor egy-egy szó van az ajándékokról, de ez az a négy hely, ahol kimondottan egy kis cikkelybe szedve az ige foglalkozik ezekkel a gondolatokkal, úgyhogy most ha egyet lépnénk, azt megkérném, akkor ezeket az ige helyeket fogjuk látni a kivetítőn. Esetleg fel lehet magunknak írni, hogyha szeretném majd otthon tanulmányozni, tehát ez az 1 Korintus 12, a Róma 12, az Efézus 4, és az első Péter levelének a 4. fejezete. Most azt kérem a testvérektől, hogy a helyünkön maradva hallgassuk az igéket, mert kicsit hosszabb ige szakaszokat fogok olvasni, de nyugodtan kövessük a Bibliánkba, és így fogjuk ezeket az igéket megnézni. Megnézzük, hogy mi a közös, mit tanít az ige ezekkel kapcsolatban, és hogy tudjuk ezt a megfelelő helyén kezelni ezt a témát. Hogy az első ige helyhez lapozunk, a Korintus 12-höz, akkor rögtön úgy kezdi Pál apostol: a lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, hogy folytatja, tudatlanok lennétek. Hát azért veszem én is ma ezeket az igéket elő, mert azt mondja Pál, hogy nem jó, hogyha tudatlanok a testvérek, hogyha nincs erről tanítás, és nem tudjuk ezt a megfelelő módon kezelni. Azt mondja Pál apostol, hogy nem szeretném, hogy a tudatlanok lennétek. Mi történik akkor, hogy a tudatlanok vagyunk? Hogyha nincsenek meg a megfelelő ismereteink az igazságról, akkor ebből mik lesznek? Tévtanítások. Vagy az egyik, vagy a másik végletbe. És hát, ha visszanézünk Magyarország történetébe, vagy az egész kereszténység történetébe, mind a két végletbe fogunk találni tévtanításokat. Amikor a lelki ajándékokat nem a rendeltetésük szerint használta valaki, vagy visszaélt az ajándékokkal, illetve majd meglátjuk azt is, hogy persze volt olyan, ami ennek következményeként a testvérek úgymond kiborították a vízzel együtt még a babát is. Tehát, hogy mindent, ami ezzel kapcsolatos, lezártak, mert voltak rossz tapasztalatok. Hát azt mondja Pál apostol, hogy nem szeretném, hogy a tudatlanok lennétek. Úgyhogy most kicsit megnézzük, nem fogok minden igerészt felolvasni, különösen a Korintus 12-nél, csupán kisebb részeket. Most olvasom tovább. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. Különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Most kicsit megállnék, kicsit megnézzük, hogy miről beszél itt Pál. Azt mondja, hogy különbségek vannak. És most nem fogok konkrétan az ajándékokról beszélni egyen-egyenként, az egy nagyon hosszú ige tanulmányozás lenne. Most kicsit inkább csak egy alapozó ismereteket nézünk az igéből. Azt mondja Pál, hogy különbségek vannak. És több mint 20 ajándékról beszél a Biblia, és különbségek vannak. Van, aki a szolgálat ajándékát kapta, van, aki az adakozás, van, aki a bátorítás, profétálás, prédikálás, és most hadd ne soroljam az összeset, de különbségek vannak. És egy nagyon fontos dolog, amit a Biblia lefektet, hogy különbségek vannak, viszont nem értékbeli különbségek. Nem értékesebb az,
aki profétál, annál, aki mondjuk prédikál. Nem értékesebb az, aki prédikál, mint az, aki mondjuk bátorít. És ez fontos tisztán látnunk, hogy az ajándékok nem érdemeink alapján adtak, pont azért ajándékok, mert kaptuk őket ingyen, viszont nem lesz valaki értékesebb egyiktől vagy másiktól. Ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és mit mond Pál? Mindenkiben ugyanaz az Isten munkálkodik. Mindegyikünkben ugyanaz az Isten munkálkodik. És ezt azért fontos látnunk, hogy ne érezze magát kisebbnek az ember, aki nem egy olyan ajándékot kapott, mint a másik. És ne legyen ez egy rossz énképünk, hogy hát az a másik testvér, ő olyan áldott, mert neki ez van. Nekem viszont ez nincs, hát én nem érek annyit, mint ő. Azt mondja Pál, hogyha majd később nézzük a 12-t a Korintusba, hogy minden egyes testrésznek szüksége van a másikra. Nem mondhatja ugye az a szem a fülnek, hogy te nem kell lesz. Mert egymásra szükségük van. És itt mindig megnézzük majd az igékbe, hogy mi a célja. Itt megfogalmaz Pál egy célt, a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. És ezt fogjuk látni többször is. Azért adatik, hogy használjon. Nem azért, hogy romboljon, nem azért, hogy pusztítson, hogy lázítson, hogy szakítson, hanem hogy használjon. És ez egy jó visszacsatolás számunkra is, amikor nézzük ezeket az ajándékokat, hogy mi a gyümölcse. Mit mondott Jézus? A gyümölcseiről ismeritek meg a fát. Hogyha valaki használ az ő ajándékával, a lélek ajándékával, ez egy jó bizonyság. Hogyha valaki rombol, pusztít, akkor ez megint egy visszacsatolás számunkra. Azt mondja Pál, hogy ezek azért adattak, hogy használjon vele. Ha tovább olvassuk, mert némelyek a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta. Van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Megint hadd húzzam alá, azt olvasjuk itt az ajándékokról, hogy Isten lelke osztja, amint akarja. Nem tudjuk rábeszélni, nem tudjuk befolyásolni, hiszen Isten lelke adományozza kinek-kinek, amint akarja. Ez az ő akarata. Ebből is láthatjuk, hogy Isten lelke nem egy jelenség, vagy egy tárgy, egy fogalom, hanem egy létező személy, akinek van, milyen van? Akarata. Mert úgy osztja az ő ajándékait, amint ő akarja. Most itt egy kisebb részt szeretnék átugorni, itt a testnek az egységéről beszél Pál apostol. Ezzel nem olyan régen foglalkoztunk, úgyhogy most szeretném ugrani a 28. versre. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindjárt apostolok, mindjárt proféták, mindjárt tanítók, mindenkiben van csodatevő erő, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával. Mindjárt szólnak nyelveken. Mindjárt meg tudják ezt magyarázni. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. És hát jól tudjuk, hogy melyik fejezet következik rögtön ezután. A 13. rész a szeretet himnusz. Azt mondja Pál, hogy megmutatom nektek a legkiválóbb utat. És itt a szeretetről fog beszélni, most pont ezt a fejezetet tanulmányozzuk délelőttönként, ezt majd folytatni fogjuk, úgyhogy most hadd ne haladjak ebbe tovább. De azt olvassuk itt, hogy Pál apostol felteszi a kérdéseket, hogy mindjárt apostolok, mindjárt prófétának, mindjárt, nem adja meg a választ, de hát sejteti, hogy mi a válasz ezekre a kérdésekre, hogy nem. Nem mindenkiben ugyanaz az ajándék működik. Nem vagyunk egyformák, és az ajándékok se egyformák. Viszont azt mondja Pál, hogy törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, ezen felül pedig megmutatom a legkiválóbb utat. És hadd húzzak itt alá egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Mind a négy igehelyen, amit meg fogunk vizsgálni, vagy közvetlenül a lelki ajándékok előtt, vagy közvetlenül a lelki ajándékot után, mivel foglalkozik az ige?
szeretettel. Ezt nagyon érdekes megvizsgálnunk, hogy a Korintus 12 után jön a 13. A Róma 12 felsorolásában egyből a szeretettel folytatja Pál apostol, az Efézusban és a Péternél pedig megelőzi. Elválaszthatatlanul együtt mozog a szeretet és az ajándék. Mert azt mondja Pál apostol, hogyha bármelyik ajándéknak a birtokába lennék, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok, és semmi hasznom az egészből. És bibliaórán kicsit megvizsgáltuk azt az igét, mikor Jézus arról beszél, hogy a búza és a konkoly hadd növekedjen együtt. Honnan fogjuk tudni megkülönböztetni? Pista bácsi el is magyarázta nekünk csütörtökön, hogy a konkoly végig egyenesen növekszik. A búza viszont egy idő után meghajlik. Azért hajlik meg, mert ugye ez az ő rendeltetése, így növekszik, a konkoly viszont égbe tör végig. És ezt lehet látni, hogy amikor valakibe Istennek a kegyelme növekszik, utána meghajlik az illető, alázat, szeretet megjelenik az illetőbe. Hogyha ez hiányzik, és felfele növekszik nagy büszkén, hogy ő az Istennek a nagy embere, akkor ez megint egy jel, amiből láthatjuk, hogy valami nem helyesen történik. A 12. fejezet után, a 13-at most hadd hagyjam ki, de a 14-ből egy-kettő részt szeretnék olvasni. Úgy kezdi Pál apostol: törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, leginkább az, hogy prófétáljatok. És majd a 5-et hadd olvassam még, 5. vers. Szeretném ugyan, ha mindjárt szólnátok nyelveken, de még inkább a prófétálnátok, mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, ki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Itt megint látunk egy célt, hogy a gyülekezet épülésére. A gyülekezet épülésére legyen. És azt mondja Pál, hogy törekedjetek a szeretetre, és mit csináljatok? Buzgón kérjétek a lelki ajándékokat. Ez milyen igeidőben szerepel? Kicsit magyar nyelvleckét veszünk. Vagy milyen módban van ez a... Hát azt mondja, hogy buzgón kérjétek. Ez egy felszólítás, ugye? Felszólít minket Pál apostol, hogy törekedjetek a szeretetre, és buzgón kérjétek a lelki ajándékokat. Hát ebbe is kell, hogy kövessük az Istennek a tanítását. Azt olvasjuk még a 12. versben. Ezért ti is, mivel rajongtok a lelki ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. A korintusi gyülekezetről tudjuk, hogy nagyon szerették ezeket az ajándékokat, és Pál apostol nagyon hosszasan beszél nekik erről, hogy helyre tegyen néhány dolgot. Azt mondja, hogy ti rajongtok ezekért, de azt mondja, hogy igyekezzetek, hogy a gyülekezet építését szolgálja. Majd hadd olvassam még fel a 25. verset. Szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van. Mikor történik ez meg? Mir? Igen, amikor azt mondja Pál, hogy betér hozzátok valaki, és a szívére beszéltek, és a próféta tudja, hogy mit kell neki mondani, azt mondja, hogy mi lesz ennek a következménye. Arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten közöttetek van. Itt egy gyümölcs annak, amikor jól működik valami. Megtérés. Megtéréshez vezet egy ilyen ajándék. És a 31. verstől a 33-ig olvasom. Mert egyenként mindjárt prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. A prófétákban levő lélek pedig alárendeli magát a prófétáknak, mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Megint egy fontos dolgot találunk, hogy Isten nem a zűrzavarnak az Istene. Az ő ajándékai léteznek és működnek, de azzal fejezi be Pál apostol ezt a részt, az utolsó vers, azonban minden illendően és rendben történjék. Azt mondja Pál, hogy Isten a békességnek az Istene, nem a zűrzavaré, és azt mondja, hogy fontos, hogy minden illendően és rendben történjék. Előtte viszont azt mondta, hogy ezért testvéreim, törekedjetek a prófétálásra, de a nyelveken való szólásra akadályozzátok. És úgy folytatja, hogy minden illendően és rendben történjék. És
És erről majd, ha különböző ajándékokat megvizsgálnánk, vagy tanulmányozzuk az igét, látjuk, hogy milyennek a rendje, hogy lehet egyiket, másikat biblikusan használni. De azt mondja Pál, hogy legyen rend. Ne legyen rendetlenség a gyülekezetben, zűrzavar, hanem legyen az rendben. Most szeretném, hogy átlapoznánk a római levélnek a 12. fejezetéhez. Ott egy rövidebb igeszakaszt olvasok, csak ott kevesebbet beszél erről Pál apostol a 3. verstől. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban. Egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Ha prófétálás adatot, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Azt hadd emeljem ki, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk. Végeztek egy felmérés, Johannes Reimer, egy baptista lelki pásztor, baptista közegbe végzett egy felmérést, hogy a gyülekezeti tagoknak hány százaléka tudja megnevezni, hogy milyen ajándékai vannak az Istentől. Mit gondolunk, hogy hány százalék tudta megnevezni? Öt. A gyülekezeti tagoknak az 5%-a tudta megmondani, hogy milyen ajándéka van az Istentől. Ez azért elgondolkozhatott engem, mert azt mondja Pál, hogy a nekünk adatott kegyelmi ajándék szerint szolgálunk. Ha nem tudom, hogy mit kaptam az Istentől, akkor hogy tudom megtalálni azt a szolgálatot, amiben ezt tudom használni? Ezért arra bátorítom a testvéreket, hogy keressük az igéből, és vizsgáljuk meg, hogy Isten mit szeretne, és milyen, mivel ajándékozott meg minket, milyen szolgálatra hívott el minket. Felírtam magamnak azt a mondatot, amit még a céltudatos gyülekezet kapcsán olvastam a testvéreknek. Egy olyan összetartó gyülekezet, melyben a tagok igazi közösségben élnek egymással, mindent megtesznek azért, hogy a környezetüket elérjék az örömhírrel. A megtérteket érett tanítványokká nevelik, mindenki aktívan szolgál saját ajándékai szerint. A gyülekezet minőségben és mennyiségben is naponta növekszik Isten dicsőségére. Van ebben egy fontos rész, azt írtuk itt, hogy mindenki aktívan szolgál a saját ajándékai vagy ajándéka szerint. Azt mondta valaki, hogyha ez nem így történik, akkor nem közösség leszünk, hanem közönség. Lesz néhány szolgáló, és a gyülekezet többi része meg fogyasztó, és közönségként jelen vagyunk. És ez külön nagy veszély a hatalmas gyülekezeteknél, több ezer tagú gyülekezeteknél, hogy van egy néhány ember, aki a színpadon szerepel, többi ember pedig, mint közönség, ezt végignézi. De a Biblia nem erre hív minket. Arra hív minket, hogy közösség legyünk, és azt látjuk az igéből, hogy minden újjászületett, bemerítkezett embernek legalább egy ajándéka van. És ezt tudhatjuk. Hogyha te újjászülettél, és az Isten gyermeke vagy, akkor ő neked is adott ajándékot. És ez nagyon különböző lehet, nagyon sokfélék ezek. De még szeretném a következő két igét megnézni, ezek már nem olyan hosszak, az Efézus 4-hez, hogyha lapozunk. Ja, és ha még itt a Róma 12-nél maradt a Bibliánk, akkor azt látjuk, hogy a következő versben azt mondja Pál, a szeretet ne legyen képmutató. Egyből ezzel folytatta, majd még beszél itt a szeretetről is. Az Efézus 4-hez lapozva, 7. verstől olvasom, a kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért ezt mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Megint látunk egy célt. Mi itt az egyik cél? Hogy felkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére,
Krisztus testének építésére. Megint van egy nagyon fontos cél. Majd még folytatja, míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Ez is egy cél, a nagykorúsága, az érettség, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, különféle kapcsolatok segítségével minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Hát Pál apostol értelme a hosszú mondatokhoz, ezt is alig lehet felolvasni egy levegővel, de hogyha kisebb részekben nézzük, akkor megértjük, arról beszél, hogy növekedjünk fel szeretetben, és azt mondja, hogy minden egyes rész valahogy összeilleszkedik a testben, és összekapcsolódik, és mond egy nagyon fontos dolgot, minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Tehát az egyes részek gondoskodnak a növekedésükről, és épülnek szeretetben. És itt is láthatjuk, hogy Pál majd még beszél sokat a szeretetről, és lapozunk az utolsó igéhez, a Péter első levele 4. fejezetéhez. 7. verstől olvasom. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Itt is látjuk, hogy mielőtt az ajándékokról beszélne Pál, egyből a szeretetre tér. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Látunk még egy célt. Mi a cél? Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék. Ez egy nagyon fontos cél, és hadd húzzam el, azt mondja Péter, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék. Amikor valakinek látjuk, hogy az életében működik bármilyen ajándék, és nem az Isten dicsőítetik meg, hanem az illető, akkor azt látjuk, hogy valami rossz útra ment. Mert minden egyes ajándéknál az egyik cél, hogy az Isten dicsőítessék. Nem az ember, akin keresztül szolgál, nem az ajándék, hanem az Isten. És ezt jól jegyezzük meg. Az Isten bármikor, ha használ minket, bárkinek az életébe, bármilyen dolgokra, tudjuk jól, hogy a cél, hogy az Isten megdicsőüljön. Nem én, nem a gyülekezetünk, nem a baptista egyház, az Isten, senki más. Azt mondja Isten, hogy én az Úr vagyok, és az én dicsőségemet nem adom másnak. Erre az Isten nagyon ügyel. Ő nem osztozik meg a dicsőséget, nem adja nekünk, nem adja a gyülekezetünknek, nem adja egy lelkipásztornak, nem adja egy testületnek, az az övé. A dicsőség az mindig egyedül az Istent illeti meg. És amikor találkoztam olyan emberekkel, akik magukra mutattak, hogy én vagyok az Istennek a nagy szolgája, rajtam keresztül cselekszik ma az Úr. Mindig úgy furcsáltam ezt magamba, hogy vajon ezt kell-e mondanunk magunkról, nem pedig az Istenre mutatni szüntelen. Hogy igen, lehet, hogy az Isten most használt, lehet, hogy felhasználta, és ezt az ajándékot is tőle kaptam. De az Isten az, aki cselekszik. Ő az, aki én minden dicsőség. Mit mondott az ige, hogyha meg is teszitek, ami a dolgotok, mit mondjatok? Haszontalan szolgák vagyunk. Haszontalan szolgák. És tudjuk jól, hogy a ige beszél arról, hogy gyermekek, örökösök vagyunk, de egy ilyen szempontból lássuk azt, hogy egyszerű szolgák vagyunk, akiket ha az Isten használ, az a legnagyobb öröm az életünkbe. És bármilyen ajándékot is kaptunk az Istentől, azt az ő dicsőségére használjuk. És nekünk most számomra egy nagy ima téma és egy nagy cél, hogy a gyülekezetünkben megvalósuljon az, hogy minden egyes tag aktívan szolgál a saját ajándéka szerint.
ez egy nagyon nagy kérés az én szívemben most, hogy minden egyes tag felismerje azt, hogy mi az én szolgálatom. Mi az, amiben én most tudom az Istent szolgálni ebben a gyülekezetben. Milyen ajándékom van. Milyen területre csatlakozhatnék, hogy azt mondja Péter, hogy Isten kegyelmének a sáfárai vagyunk. Mit jelent az, hogy sáfár? Megbízott gondok. Mi a dolga egy sáfárnak? Hogy hű legyen, és valamit még hallottam, kamatoztassa. Hogyha én odadok, itt mondjuk Évi neked egy bizonyos összegű pénzt, és azt mondom, hogy kérlek, sáfárkodj ezzel. Akkor én azt várom el tőled, hogy ezt forgasd be, használd, és majd visszaadod nekem. Hát Isten így van az ő kegyelmi ajándékaival, azt mondja, hogy sáfárságra bízott meg minket. Odadott neked is, és benned is elrejtett egy ajándékot. És azt szeretné, hogy forgasd, hogy kamatoztasd, mert az nem a miénk, az az Istené. És vissza is adjuk majd neki, de szeretné, hogy gyümölcsözzön, hogy gyarapodjon az életedbe, hogy az ő országát építsd azzal, ami van. És szeretném, hogyha tudnánk ezekben az Isten igéjét követni. Sok hamis dolog hangzik el ebben a témában, mindegyik oldalról, de hadd hozzak erre egy példát, hogyha van egy lelkipásztor, aki vétkezik és elrontja a dolgát, akkor azt mondjuk, hogy soha többet ne legyen lelkipásztor a világon, és szüntessük meg a lelkipásztori hivatalt, mert valaki vétkezett. Nem. Azt mondjuk, hogy hát ez a lelkipásztor, ez rosszul végezte az ő munkáját, de attól még az Isten használ lelkipásztorokat. Mégis talán volt az egyházban olyan, hogy valaki rosszul használt egy ajándékot, és azt mondtuk rá, hogy hát akkor ezt rakjuk ki, nem csak az illetőt, hanem ezt az egészet zárjuk le. És persze van ebben egy óvatossági intézkedés, hogy az ember fél attól, hogy rossz dolog történjen. De látni kell azt, hogy attól, hogy valaki valamivel visszaélt és rosszul használta, attól az Isten igéje nem változik. És erre szeretném a gyülekezetet bátorítani. Ez a négy ige, amit talán most nagyon könnyű meg is hegyezni. Korintus 12, Róma 12, Efézus 4 és Péter 4. Ezeket nyugodtan olvasgassuk otthon. Tanulmányozzuk, és nézzük azt, hogy mit mond még az ige. Sok mindent nem olvastam fel, ami még a kis házi feladat lehet, hogy ezeket átolvassuk. Azt mondja itt az ige, hogy szilárduljunk meg ezekben, hogy ne legyünk tudatlanok, hogy ne a tanításoknak a különböző szelei egyik oldalról másikra sodorjanak, hanem lássuk meg, hogy mi az Isten akarata ezzel kapcsolatban. Én most szeretném, hogyha tudnánk imádkozni, és ne felejtsük el azt, hogy mind a négy igevers, mind a négy ige szakasz szorosan összefügg a szeretettel. Hogyha nem szeretet motiválja azt, amit végzünk, akkor a legszebb szolgálat is semmit nem ér. A legszebb tanítás, a legszebb szolgálat, vezetés, bátorítás, buzdítás semmit nem ér. De ha ott van az Isten szeretete, akkor ezek igazán el tudnak kezdeni működni. Én azt kérném most, hogy jöjjünk az Isten elé imádságban, és kérjünk tőle bölcsességet, hogy lássuk ezt tisztán, és akik esetleg még nem ismerték fel a saját szolgálati területüket, a saját Istentől kapott adottságukat, ajándékukat, akkor kérném, hogy most jöjjünk az Isten elé. Azt mondja a Jakab levele, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, mit tegyen? Így járt. Kérjen bölcsességet az Istentől, aki készségesen, szemrehányás nélkül ad is mindenkinek, aki kéri. Na de, hogy folytatja? Hittel kérje, ne kételkedve. Azt mondja, aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hullám, amit a szél sodor ide-oda hajt. Ne gondolja magában az ilyen kétlelkű, minden útján állhatatlan ember, hogy bármit is kaphat az Istentől. Tehát fontos, hogy ne kételkedő szívvel, hanem hittel jöjjünk az Isten elé. De azt mondja Jakab, ha nincs bölcsességünk, kételkedőtől. És ez legyen most a szívünkben. Szeretném, hogyha tudnánk így minél többen röviden imádkozni, ezért a bölcsességért, és azért, hogy Isten vezetését tisztán lássuk ebben.